A velcsipke orsókkal készül, általában hengerpárnán dolgoznak a csipkeverők, de egy nehezebb technikát, a tülcsipkét ilyen lapos párnán készítik, mint ami itt a hátam mögött van. És míg a hengerpárnán csak 10-12 pár orsóval dolgoznak, addig a lapos párnán esetleg van, amikor 300 párral dolgozom. A csipkeverés évszázados múltra tekint vissza, a reneszánsz idején született ez a különleges díszítés. Először csak a nemesek ruháit ékesítette, majd fokozatosan elterjedt az alsóbb osztályok körében is, míg végül minden társadalmi réteg tagjai készítettek csipkét. A II. Világháború után úgy nézett ki, hogy kihal. De Magyarországon, mondhatom Nagy Magyarország területén, ezért fönt Szlovákiába, ugye ott a bányavárosokban megmaradt a csipkeverés, és fölélesztették, és aztán utána itt Magyarországon is elindult ez a folyamat. Bedő Istvánné 50 éves korában ismerkedett meg a vercsipke készítéssel. 1998 óta tagja a Dunatiszaközi Népművészeti Egyesületnek, ahol jelenleg is vezetőségi tag. Számos helyről kap felkéréseket munkái bemutatására. Legfőbb célja, hogy minél szélesebb körben továbbadja ismereteit, a csipkeverés technikáját. Én pontosan 20 évvel ezelőtt kezdtem el a csipkeverést, addig dolgoztam, és utána volt egészségügyi problémám, leszázalékoltak, és nem dolgoztam, és borzasztó üressé vált az életem, és már előtte is többfajta típusú kézimunkát kipróbáltam, készítettem, és nem elégített ki, nem volt kihívás a számomra. No, aztán ez a vercsipke készítés, ez kihívás lett a számomra, és örülök, hogy összetalálkoztunk valahol, ha idősebb koromban is, de én azóta nagyon szívesen végzem ezt a csipke készítést. A csipke felhasználási módja nagyon sokféle. A divatban ruhák és kiegészítők dísze lehet, gallérként vagy ékszerként is találkozhatunk vele. Továbbá a lakás díszítéseként is számos helyen megjelenik, például terítők, lámpabúrák formájában, valamint a modern művészet is felhasználja. A múlt század elején elterjedtek a kis vitrin terítők, szerintem ezt mindenki ismeri, egy csipke terítő a váza alá, vagy egy nipp alá, vagy óra alá, és akkor ez továbbfejlődött. Akkor már ez sem elégítette ki a csipkeverőket, akkor újból ugye mostanában élvezzük a divatban a csipkét, ugye már pólóra is, farmerre is, mindenre, hát mondjuk én ennek nem annyira vagyok híve, mert azért egy csipke az csak csipke, és mindent a maga helyén kell kezelni. Elhangzott itt ebben a kis filmben, hogy 20 évvel ezelőtt találkozott a csipkével. Mit tett előtte? Előtte tulajdonképpen dolgoztam. Egy szállítási vállalatnak a könyvelője voltam, de ez egy közbelső folyamat az életemben, mert előtte táncolni tanultam, és tulajdonképpen a balettiskola 9 osztályát el is végeztem, de sajnos egy, mint ahogy jeleztem is, egy baleset következtében nem tudtam folytatni, bár megadatott nekem az öröm, hogy egész pici kislányként a Katona József Színházban láttam egy operettet, és én akkor elhatároztam olyan 4-5 évesen, hogy én ezen a színpadon még táncolni fogok, és elhatároztam, hogy én nekem még a zenekarjárukba menjen a zene, és a zenekar játszon, és ez azért tulajdonképpen ez az álom valóra is vált.
Hány évig táncolt Kecskeméten a színházban? Hát tulajdonképpen egész kislánykoromtól kezdve, mert amikor voltak táncos betétek, akkor mindig kaptam meghívást, táncoltam kisebb, idősebb, még idősebb koromban, tulajdonképpen a balesetig táncoltam Kecskeméten. A szülei mennyire voltak, hogy mondjam, támogatók ezzel a programmal kapcsolatban? Hát tulajdonképpen a szüleim nem, először nem annyira... Hát nem sok kétségem volt e felül. Segítettek ebben, és ugye beszélgettünk már arról, hogy én szeretem az őszintességet. Tulajdonképpen tanultam táncolni Kecskeméten, azután eljutottam Budapestre a Balettintézetbe az 56-os időszak idején, és aztán a szüleim nem engedtek Budapestre. Ezután én meg úgy gondoltam, egyke gyerekként, hogy ha nem táncolhatok, akkor nem is tanulok. Nem tanultam. Kemény, dacos asszony, igen? Igen, nem tanultam, és utána az édesapám rájött, hogy mondta, hogy ha kijavítod a bizonyítványt, gyerekem, akkor mehet tovább a dolog. És akkor kijavítottam természetesen, és utána folytattam a táncot. Olyannyira, hogy ajánlatot kapott Markó Ivántól, aki akkor már a győri balett vezetője volt, hogy szerződjön hozzá. Miért nem ment el Győrbe? Tulajdonképpen ezekhez a táncokhoz kell egy klasszikus tudás, de én a klasszikus táncot el nem tudnám képzelni. Tehát valahol azt szoktam mondani mindig, hogy rend a lelke mindennek. Tehát bennem egyszerűen, szóval bennem, tőlem távol állt az, hogy én elmenjek tulajdonképpen egy bezárt balettre, vagy... Uh-huh. vagy tehát a balettnek azt a modern vonalát nem szerette. Nem. Egy kicsit félreérthető volt, amit mondott. Én tudom, hogy ő megszállott híve a klasszikusnak, és éppen a másik oldalt tudja nehezen elképzelni, de ez picit, mintha másként hangzott volna most el az ön szájából. Tehát azért nem ment el a Markó Ivánhoz, mert ők modern balettet táncoltak, ön pedig ragaszkodik a hattyúk tavához és az orosz hagyományokhoz. Így van, a klasszikus táncokhoz. Jó. Igaz, hogy olyan tehetséges rajzoló volt, hogy akár képzőművészetre is mehetett volna, és a tanárai ezt javasolták? Igen, már általános iskolában is, és középiskolában is rajzaim és festményeim voltak kiállításon, és a tanáraim kézzel-lábbal tiltakoztak a tánc ellen. Én megmondtam, hogy én nem nagyon tetszik a rajz, meg nagyon tetszik a festészet, de csak a táncot tudtam elképzelni az életemben. Olyannyira csak a táncot tudta elképzelni, hogy azt is föltette magába, hogy nem megy férhez, mert az árt a táncnak. Így van. És egyszer csak jött Bedő István. Igen. Elmeséli? Hát meghalt az édesapám májusban, és egy évig teljesen magam alatt voltam, és kerestem az új helyet az életemben. És az édesapámnak a belgyógyász, szívgyógyász orvos azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább, emberek közé kell kerülni, és akkor odavitt maga mellé az EKG-re, a rendelőintézetbe, és egyszer egy délután vagy este mondtam a kolléganőmnek, hogy nagyon szépen kérlek, hogy gyere el velem legalább egy kávét, vagy valamit valahova beülni, vagy beszélgetni, mert ezt így én is érzem, hogy nem megy tovább. És az STK-hoz ugye közel volt a Gyenes cukrászda, elmentünk, és már olyan félig indulóban voltunk, amikor két fiatalember belépett a cukrászdába. Két Schneidig katona.
Így van, de nem egyenruhában, nem csak olyan jóképű gyerekek voltak. És amikor megláttam, szembe ültem, vagy régen ültem az ajtónak, és megláttam a férjem, és akkor mondtam a kolléganőmnek, te ide figyelj, vagy ő lesz a férjem, vagy senki. Biztos, hogy erős akaratú az, hogy mert ez is bejött. Éva, kedves, István tud csipkét verni? István tudna csipkét verni. Csak nem akar. Tudna, sőt, próbálkozott is vele, de sokszor én magam is elcsodálkozom, hogy milyen szakszavakat használ, és akkor úgy rákérdezek, hogy és azt tudod is, hogy mit jelent, és akkor mondja, hogy tudom, és akkor elmondja, hogy mit. Önöknél minden a csipkéről szól? Tessék? Önöknél minden a csipkéről szól? Tulajdonképpen talán az én életemben igen. Uh-huh. Tehát ha ránézek egy gipsztukkóra, vagy egy kovácsolt vaskerítésre, abban a pillanatban asszociálok a csipke felé. Hogyan találkozott vele? Én nem azt akarom mondani, hogy az a bizonyos 20 évvel ezelőtti idő, az már, szóval, hogy akkor már viszonylag érettkorú hölgy volt, de hát, hogy hogyan futott bele épp a kézművességnek ebbe az ágába? Mint beszélgettünk is, a tánc engem azért továbbra is érdekelt, és van egy szombathelyi barátnőm, meghívott a Szavária táncversenyre, hogy menjek el. Azok milyen gyönyörűek voltak, nekem is van ilyen élményem, igen. Igen, és a következő napon pedig volt egy ilyen népművészeti vásár, és ott egy idős hölgy csipkét vert, és én mondtam, hogy én ezt nagyon szeretném megtanulni, hajlandó vagyok ide elutazni. Hát mondta, hogy azért ez nem olyan egyszeri dolog a csipke verés, de mondtam, én ezt mindenféleképpen szeretném megtanulni. És akkor megkérdezte, hogy hol élek, hol lakom, mondtam, hogy Kecskeméten. Azt mondja, akkor meg van mentve a haza, mert van ő neki Kecskeméten egy ismerőse, akinek odaadja a telefonszámát, és keressen föl, és biztos segíteni fog rajtam. Ő Font Irénke, aki most is itt van, és ezúton köszönjük, is köszönöm neki azt, hogy elindított a csipkeverés útján. Mennyire nehéz megtanulni csipkézni? Már csak itt a szombathelyi hölgyre vissza, tehát hogy ez hetek, hónapok, vagy egy élet kell hozzá? Hogy hát tulajdonképpen abban az időszakban nem volt túl sok lehetőség arra, hogy az ember megtanuljon csipkézni. Irénke, hál' Istennek, akkor anyai örömök elé nézett, tehát nem nagyon... Volt ideje ő erre. Igen, igen. És nem nagyon volt már ideje velem foglalkozni, és elmentem én egy-két táborba, de én láttam, hogy az én kis tudásom az igen kevés ahhoz, hogy én itt labdába tudjak rúgni. Nem kapott érdemi segítséget? Nem. Aha. Irigyek voltak a csipkeverők, hogy nehogy valaki más is tudja? Én szerintem már akkor érezték, hogy valami rejlik bennem, és az egyik táborból, amikor hazamentem, bizony sírdogáltam, hogy no, ez most kifog rajtam, és ez nem fog menni. És akkor egyszer eszembe jutott az én édesapám, aki úgy nevelt, hogy fiam, tehetetlen van, lehetetlen nincs. És akkor elkezdtem gondolkodni, előtte is kézimunkáztam, vásároltam a fürgeújakat, ezek le voltak kötve, csak ugye elkezdtem lapozgatni. És volt benne csipkerovat? A fürgeújakban volt csipkerovat? Igen, igen, volt. Különböző ilyen polgári kis terítők, aminek alapján elindultam, akkor volt egy terítő, ott éppen egy fordulatra visszatekintett, hogy mit tudom én, a 76-os számba le van írva, hogy hogyan kell ezt vagy azt elkészíteni, és így folyamatosan tanultam meg a csipkeverés alapjait,
Igen, azt én könnyen belátom, ugye, hogy az ember első időszakban feltehetően másol. Tehát ameddig tanulja a technikát. Igen. Mikor érkezett el a pillanat, amikor már igénye volt arra, hogy meg is tervezze a csipkéit, amiket majd, nem tudom, hogy kell ezt mondani, amiket elkészít? Hát igen, először is az embernek a gondolatába megjelenik egy csipke, aztán azt megpróbálja lerajzolni. Ez izgalmasod nekem, hogy a kovácsolt vasból is a csipke minta jön. Igen, lerajzolja, utána végig gondolja a szakmai rajza, tehát hogy szakmailag hogyan kivitelezni a csipkét, és ezután jön el az az idő, amikor már az ember hozzáfoghat a csipkéhez. A férjem szokta mondani, hogy mind gondolkodsz annyit, itt már megint születik valami. Mert azt mondja, szoktam mondani, hogy más már ezóta nem tudom, mit meg hogy megcsinált volna, hát mondtam, nálam a csipkeverés nem arról szól, hogy most itt nekiülünk és fénymásolunk. Tehát nem normában dolgozik a csipkeverés. Igen. És ez hosszú időt vesz igény. Ha már az István műszaki, mert pilótaként muszáj igaz legyen, mondjuk ilyen szerkesztésben, tervezésben esetleg nem vonja be őt? De nagyon sokat segít a férjem, hát ugye... Említettem, hogy én műszaki analfabéta vagyok, én tőlem a műszaki dolgok messze állnak, de például, ha nagyítani, vagy szembefordítani, például vannak olyan csipkéim, ahol a tükörképét készítem el a csipkének, akkor ebbe ő szokott nekem segíteni. Hogyan indult be a karrier? Arra gondolok, hogy ma már nemzetközi hírű a saját szakmájában. Mi volt az út eleje? Pályázott? Elindult valahol? Mi ennek a története? Tulajdonképpen igazság szerint a Magyar Csipkekészítők Egyesülete kiküldött Lengyelországba, Bobovába. Ugye a férjem beszél lengyelül, és... így jutottam ki először külföldre, majd két személy delegáltak, de 12-en jutottunk ki. Annyi, Jézus Mária, szegény vendéglátó. Ennyi ember dolgozott a magyar pavilonba, és én nem tudom, hogy miért, de mégis a 12-ből engem hívott Ausztria, Olaszország első menetbe, azután Hollandia, Spanyolország. Ott talán tanított is, ugye? Spanyolországban azt a tülcsipkét tanítottam, ami a világ legnehezebb csipkéje, szakmailag, technikailag, és ezt egyébként Magyarországon is azoknak tanítottam 10 évvel később, akik nekem nem voltak hajlandók semmit megmutatni. Éva, hányféle csipke van? Mert beszél itt tülcsipkéről, ilyen csipkéről, olyan csipkéről. Meg mennyire változatos ez a hát terület? Ugye a csipke önmagában ugye van varót, meg horgolt, ezeket mindenki talán ismeri, de a vercsipkén belül is rengeteg csipkefajta létezik. Ugye először is a területi elosztás. Tehát egy országon belül is többfajta csipke alakulhat ki. A halasi csipkéről én is tudok. Igen, ő a varott csipke, textilbe varott csipkeöltésekkel készülő csipke. A vercsipkék pedig országonként, tájegységenként változik, motívumvilágban, technikában, színben, fonalvastagságban, tehát egy országon belül is több fajta csipke létezik. Ön hányféle csipkét tud? Hát sokat tudok, de sokat még nem. És remélem sokáig fogok még élni, mert még vannak hiányosságaim. Azt szokták mondani, jó pap is voltig tanul.
Aranyos volt, amikor ebben a filmben azt mondja, hogy hát azért nem, a csipke az csipke, azzal nem lehet akármit kezdeni. Olyan gyönyörű medál van a nyakában, az a csipke, amit a nyakában visel, az milyen csipke? Az egy tülcsipke? Nem. Nem? Nem, ez magyar Hunnia csipke. A múlt száz, ugye most 2011, akkor ez az 1800-as évek végén és a 900-as évek elején terjedt el Magyarországon, és többek között ezt a csipkefajtát is tudom készíteni. Hát akkor elárulom, hogy a menyemnek is önkészítette azt a fülbe való csipkéből, amit a esküvőjén viselt, és ez nagyon jó esett nekem. Éva kedves, hírlik, hogy tényleg a világ számos táján járt, de nem utazott el Japánba, mert a férjének nem volt kedve repülni, vagy miért? Igen, én szerettem volna Japánba is, meg Ausztráliába is, mert egyébként el szoktam menni a két évenként megrendezendő világpályázatokra, pályázok is, és kiállításon is részt vesznek az anyagaim. És mondtam, hogy Japán és Ausztrália volt kettő olyan távolság, ami... És akkor azt mondta a férjem, hogy na, oda nem megyünk. Aha, eleget inkább, repült minden bizonyal. Ő azt mondta, hogy ő nem jön velem. Így aztán itt maradtam. Miért nem utazott el egyedül? Ugye mondjam ebben, hogy... Tehát, miért nem? Nem volt biztonságérzete? Nem, nekem nélkül? Csak akkor van biztonságérzetem, ha ott van mellettem, mert akkor tudom, hogy az a repülő biztonságban van, amire felszálltam. Beszéltünk arról, hogy Spanyolországban tanított, és hogy tanít Magyarországon is. Van egy rendkívül tehetséges fiatal tanítványa, akit a filmben is láttunk egy rövid időre. Lehetséges, hogy van, aki a csipke készítésre születik? Tehát valami különleges adottság, tehetség kell ehhez? Természetesen. Volt másik tanítványom is, ő már nagyobb, tehát kirepült az életbe. Vele is Ausztráliában az ifjúsági pályázaton nagy elismerést kapott. A leányzó, aki itt a bejátszásban szerepelt, ő vele 7 éves kora óta foglalkozom, most 10 éves, illetve ma 11 éves, Isten bocsánat. Ó, igen, és foglalkozom vele. Tavaly, hát akkor itt még elmondom a találkozásunkat, Juditkának köszönhetően. Kint voltam 4 évvel ezelőtt a Híros Hét Fesztiválon bemutatózni, és itt találkoztam ezzel a kislánnyal. Karkötőt szoktunk fonni a gyerekekkel, mert ez gyors és mutatós, és ahogy ez a gyermek a kezébe vette a csipkeverő orsókat, én csak azonnal néztem. Azonnal látta rajta? Azonnal láttam, és mondtam is az édesanyjának, hogy én szeretnék foglalkozni vele, mert érdemesnek találom. Hát ez annyira, hogy 2 év után Ljubljanába már ki állították a munkáját, tehát azért ez már egy ifjúsági pályázaton nagy dolog, főleg olyan országban, ahol a leányok iskolaszinten, tehát tanrend szerint tanulják a csipkeverést. És ez nem kis dolog. És utána tavaly ősszel a regionális ifjúsági pályázaton első helyezett lett. Idén tavasszal Debrecenben az országos pályázaton első helyezett lett, és augusztusban pedig az Ojtva világpályázaton szintén első helyezett lett. Akkor megvan az örökös, ugye, vagy az utódad benne a szakmában. Éva, mi vitte arra, hogy komoly lépéseket tegyen abban az irányban, hogy létrejöjjön Kecskeméten az első nemzetközi vercsipke fesztivál? Nincs ilyen rendezvény az országban? Nincs. Nincs. Tulajdonképpen ezek a nemzetközi meghívások, amikor én ezt mind pozitívan éltem meg, akkor eszembe jutott, hogy miért ne lehetne itthon is, miért ne láthatná Kecskemét
azt, hogy mi mindenre használható a csipke. Ugye, ahogy a filmben is mondtam, hogy nem csak egy terítő, egy polgári terítőként jelenik meg a csipke, hanem, és nem csak a paraszti viseleten, hanem az úri viseleten is. Különböző vastagságú és technikájú csipkék vannak, és ezeket mind be lehet mutatni. Igazándiból Spanyolországban voltunk egy csipkefesztiválon, és a Barcelona mellett, és a város fő utcáján legalább 2000 csipkeverő volt. Le volt zárva a fő utca, és a fő úton végig jobbról-balról csipkeverők voltak. És ez egy olyan hihetetlen élmény volt a számomra, hogy akkor döntöttem el, hogy tulajdonképpen Kecskeméten is kellene ilyen fesztivált szervezni. Közmondásos, hogy a csipke ára az az aranyéval vetekszik. Lehet-e megfelelő minőségű nyersanyaghoz hozzájutni? Arra gondolok, hogy most láttam a színházban az ön kiállításán egy fantasztikus fekete legyezőt. Vajon az milyen anyagból készül? Hol jut hozzá? Hogy szerzi be? Küldik? Nem tudom. Neten rendeli? Hát tulajdonképpen ugye Magyarországon sajnos megszűnt a textil és a fonalgyártás, illetve talán még Nagyatádon van valami kevés, de nem mindegyik fonal felel meg a csipkeverésre. Hát ez különböző sodrat, meg szál vastagság, meg egyebeknek a függvénye. Hát tulajdonképpen a legyezőm fekete hernyós helyemből készült. Az valószínűleg tényleg nincs Magyarországon. és ugye a hölgyek biztos tudják, hogy különböző vastagságú fonalakkal horgolunk. Hát itthon talán a százas horgoló cérna, ami még elvétve, ha lehet kapni. Én 260-as hernyósejem szállal dolgozom, és tulajdonképpen a feketét a vejem szerezte, de utána ugye készítettem már színes hernyósejem képet, ami több színnek az alkalmazása, és Olaszországban voltunk, és ott én mondtam, hogy én el szeretnék menni Milánóba a sejemgyárba, mert én tudom, hogy ott lehet sejemszálat kapni. És mondták, hogy ne menjek sehova sem, mert ezt a technikát, amit én készítek, ugye Európában nem készíti senki, sőt, nagyon-nagyon nehezen lehet esetleg egy-egy darabhoz hozzájutni. És mondták, hogy én csak maradjak bemutatózni, majd a sejemgyárat megkérik, hogy hozzanak nekem ki színmintát és vastagságmintát. Hát aztán itt sikerült tisztességesen bevásárolnom, és hát azóta is kapcsolatban állok a milánói sejemgyárral. Ha már István nem csipkézik, Anita vagy Melinda, leánya és az egyik unokája, vajon megkapták-e a fertőzést? Anita lányom azt mondta, hogy anyu, nekem ehhez nem lenne türelmem, inkább megtanulok 3 nyelvet. De láttuk, hogy Melinda viszont pici korában bizony ott ült a párna mögött. Igen, Melinda csipkézett, és tud is csipkézni. Hát ő másfele indult el az életbe, orvosi egyetemre jár. Picinek élvezte a csipkeverést, jó néhány darabja el is készült annak idején. Amikor olyan kiállítás van, akkor egy külön képkeretbe be vannak téve, és akkor oda van írva alulra, hogy az unokám munkái. Mi fér bele az életébe a csipkén túl, meg a családon túl? Hát elsősorban a család. Család. Az unokák. Hírlik, hogy nagyon jól főz.
Igen. Azt is szeretném elmondani, mert hogy magától személyesen tudom, hogy nincs olyan családi ünnep, karácsony, húsvét, születésnap, névnap, hogy ne valami újdonsággal állna elő. Ez pont olyan kreativitást igényel, mint csipkét tervezni? Igen. 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 Miket főz, mondjon már egyet? Hát tulajdonképpen ugye adódik az ünnepkörtől. Éppen valamelyik nap gondolkodtam rajta, hogy közeleg a karácsony. És ugye az unokáim meg a családom tudják, hogy valami olyan lesz, ami eddig még nem volt. És hát most eltaláltam, hogy lehet kapni gesztenyét. A gesztenyét megveszem, azt lerakom. Azzal meg lehet tölteni egy pulykát. Hát igen, de nem mindegy, hogy töltjük meg. Például a gesztenyét azt ugye lehéjazzuk, és akkor tejben, szerecsendióval és egyéb fűszerekkel megfőzni, áttörni, és ezt tenni csirkemellbe, és ahogy sül, még melléje, ami meg van tisztítva a gesztenye, abba a zsiradékba, amiben sülni, főni fog ez az egész dolog, melléje teszem a gesztenye szemeket, és akkor a gesztenye lesz a köret. Él Egerben egy fantasztikus textiltervező, Fehérné Irén, aki állítólag rendszeresen önhöz fordul receptekért. Így van. Tokajban a viselet és csipke készítő táborban nagyon sokat, minden évben találkoztunk, és amikor már elkezdődik a munka, hogy ki, mit, merre, mi az elképzelés, akkor este mindig leültünk beszélgetni, és akkor minden egyes évben elővettek, hogy és akkor most mondjad az új receptjeidet, mert szeretnénk elkészíteni, és egyik évben Ilcsikének ugye két nagy fia van, ők a Kerekes Bandnek a zenészei. Egyik évben új év napján kaptam egy SMS-t, értelen nem tudtam hova tenni, és a két fiú megírta nekem, hogy Éva néni, köszönjük, hogy édesanyát ilyen sok ételrecepttel tetszik ellátni, és ezen túl is elengedjük édesanyát Tokajba. Mi vagyunk a haszonélvezők, hát persze. Éva kedves, az időnk elfogyott. Fájlalom, hogy így van. Nagyon jó egészséget kívánok, és még sok gyönyörű csipkét valamennyiünk örömére. Köszönöm, hogy beszélgetett velem. Köszönöm szépen. Hát ha három életem lenne, és mindegyik 100 év lenne, az is kevés lenne ahhoz, hogy a csipkéket el tudjam végezni, vagy meg tudjam csinálni. Köszönöm Legyen szépen. Legyen hozzá sok ereje és egészséget. Köszönöm.